Egy kávéra hívta meg az áldozatot a két nő, akik az italba kábító hatású szert tettek. A férfi hamar el is aludt a drogtól. Majd amikor magához szért, akkor vett észre, hogy több értéktárgyát is egyszerűen kivették a zsebéből. Mikor másnap felébredt, akkor észlelte, hogy hiányzik a tárcájából a nála lévő csak nem 90 ezer forintnyi készpénze, valamint a bankkártyájával is valaki tranzakciókat próbált megkísérelni, ugyanis több SMS értesítést is kapott, hogy több tolnamegyei településen akartak a kártyájával fizetni, illetve pénzt felvenni. Az áldozat azonnal értesítette a rendőrséget, ők pedig hamar az egyik 17 éves elkövető és annak rokonának nyomára bukkantak. Mindkét nőt gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás büntette, valamint a csaláskísérlet elkövetése miatt. Mindketten elismerték a bűncselekmény elkövetését, tettüket azzal magyarázták, hogy a férfit jól ismerték és tőle pénzt kívántak kicsalni. A nők tehát a rendőröknek sem tagadták, hogy előre kitervelték az áldozat kifosztását. A két bűnelkövető hamarosan a Bonyhádi Járásbíróságon felel majd tettükért.